mennyi pompa, mennyi szilla. Másfél év csend és elzártság után néhány Bonyhádi tanár úgy érezte, hogy szeretnének ismét közösségekhez tartozni, kimozdulni a négy fal közül. Ennek okán alakult meg a Városi Pedagógus Énekkar. Akik eddig jöttek, ők bonyhádiak, de szeretettel várunk Bonyhád közeli lakosokat, óvónéniket, tanítónéniket, sőt tanítóbácsikat vagy tanárbácsikat is, hogyha van valakinek kedve énekelni. Szerda esténként jövünk össze, és bár nagyon kevesen vagyunk, mert közben nálunk is volt megbetegedés, meg van, aki fél is attól, hogy esetleg megbetegszik, ezért elég kevesen vagyunk, de elhatároztuk, hogy feladat az kell azért, hogy kitartsunk, és ezért elvállaltuk, hogy a Városi Karácsonyi Hangversenyen valami kis műsorral föl kiállunk, hogy megmutassuk, hogy létezünk. Természetesen aktuális karácsonyi dalokkal, Pintér József két karácsonyi kis énekével, és egy egyházi ének a Jászóban a Szalmán feldolgozásával. A kórusnak azt mondtam, hogy lehet, hogy lesz 50 éves jubileumuk, de nem biztos, hogy én fogok vezényelni. Talán az lett volna szerencsés, vagy az lenne szerencsés, hogyha valaki fiatal kollega kezd el egy új együttest létrehozni és alakítani, de nem így alakult. Abban reménykedem, hogy talán majd átadhatom valakinek, ha már én esetleg nem bírom. Természetesen elsősorban azt szeretnénk, hogyha a magunk örömére és azok örömére, akik hallják, énekelhetünk, és természetesen, ha van valami szakmai megmérettetés is benne, az azért felpesdíti egy kicsit az embert, és ilyesmiben is gondolkodunk. Korábban is vezettem már itt felnőtt vegyes kórust, csak akkor a férfiak elfogytak, és így megszűntünk, és most úgy gondoltuk, hogy mindenképpen érdemes újra próbálkozni, akkor is, ha esetleg csak női kar lesz, de azért tárgyalásokat folytatunk már esetleg vegyes karrá bővülés ügyében is. A kórus szívesen fogadja a fiatalabb jelentkezőket is. És hogy egy kicsit saját magunkat is frissítsük, a gimnáziumból már néhány tanítványomat áthívtam ide az esti próbákra is, és ők fölfrissítenek minket, mi pedig egy kicsit talán tanítjuk őket az életre is, nem csak énekelni.